A Dulindóra 112 népdal énekcsoport jelentkezett az idén, a Péter Révei lánykórus először vett részt a Dulindón. Moholi népdalokkal készültek. Együtt táncolunk, ugye, és kitaláltuk a lányokkal, hogy miért ne jönnénk el előző nap ugye énekelni is, mert ugye a Gyöngyös Bokrétára emígy is jönni fogunk, és hát az motivált, hogy a dalokat, amiket hoztunk, nem igazán ismerik, és ezt szerettük volna megismertetni az emberekkel, és megmutatni, hogy ilyen is van. A bácskosút falviak nagy örömmel fogadták, hogy az idei évben ők lehetnek a vajdasági magyarság legrangosabb és legtömegesebb népzenei és néptáncfesztiváljának házigazdái. Nekünk ez nagy megtiszteltetés volt, ugyanis egy új generáció szervezte most a jelenlegit, tehát 86-ban volt, 31 évvel ezelőtt, utoljára nálunk a Gyöngyös Bokréta és a Dulindó, és azóta fölnőtt egy új generáció, és hát most azok vállalták fel ezt a szervezést. A településen harmadszor rendezik meg a fesztivált. Dudás Károly, a VMMS elnöke minden alkalommal részt vesz az eseményen, és örömmel tapasztalta, hogy a fesztivál most is nagy hatással van a falu életére. Minden alkalommal valóban újjáillett a közösség, újjáillett a falu, és az emberek hónapokon keresztül úgy érezték, hogy érdemes élni, alkotni kell ezért a közösségért, a tehetségünkért, és hát ez a kultúránk csodája, ez a Dulindó és a Gyöngyös Bokréta. Hajnal Jenő, az MNT elnöke szerint fontos, hogy jó házigazdáik legyenek, mint amilyen most Bácskosút falva, hiszen a lakosok is bekapcsolódtak az esemény megszervezésébe. Együtt közösen összefogni egy faluban, egy városban, és megmutatni mindazt, amit fontosnak tartunk, hogy a világ lássa. Összefogni értékeinket, hagyományainkat bemutatni, testvértelepüléseinket meghívni, és büszkék lenni arra, ami érték, ami fontos és jelentős számunkra. Vasárnap a Gyöngyös Bokrétán 37 tánccsoport produkcióját láthatják a vendégek. Este pedig ünnepélyes keretek között átadják a fesztivál lobogóját a jövő évi házigazdának.